Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Farkas Mihály, szeretettel köszöntelek, szia! És szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon sokszor ültél már itt a stúdióban, nagyon sok témában, kétszer el is köszöntünk tőled. Most viszont megint itt vagy, mert augusztus 20-ához kapcsolódóan egy nagyon-nagyon fontos elismerést kaptál, Magyar Ezüst érdemkeresztet adott át neked Áder János köztársasági elnök úr, illetve nem ő adta át, az ő javaslatára, ugye Nagy István miniszter úrtól kaptad meg ezt az elismerést. Mesélj egy kicsit, milyen volt? Hát először is nagy boldogság és öröm volt az egész, meglepetés volt. Meglepetés? Igen, nem tudtam erről, és nagyon jó érzés volt. Mert ugye azért más az, amikor az embert itt elismerik, és nagyon-nagyon örülünk annak is, hogyha itt helyben elismerik, és tök jó érzés, vagy megyeileg elismerik, de azért... Kitüntetés. Én nagyon boldog voltam, igen örültem ennek a kitüntetésnek. Hogy zajlik egy ilyen? Fölhívnak, és akkor mész, vagy ez így hogy? Kaptam egy e-mailt 2-3 héttel előtte, hogy van ez a felterjesztés, és amennyiben sikeres, átveszem az elismerést. És visszaválaszoltam, és utána... Annál, hogy átveszem. Igen, utána hamarosan küldtek egy meghívót, amin a feleségemmel együtt mehettünk erre a bizonyos ünnepségre, a Vajda Hunyad várába, a könyvtár, a mezőgazdasági könyvtár épületében. És akkor azért ott, már úgy volt sejtésed, hogy na itt már lesz akkor valami? Már mondta, akkor már tudtam, akkor már tehát a meghívóval már együtt járt ez, hogy megkaptam ezt a bizonyos kitüntetést, és akkor felmentünk is egy nagyon szép műsor keretén belül, a dr. István miniszter úr átadta ezt a kitüntetést. És akkor hogy volt? Felkiáltottál tükör előtt? Jaj, asszony! Ez is megvan, milyen jó! Hát igen, jó van, papa, megcsináltad, vagy hogy van? Ez boldogság, belső boldogság volt ez. Nagyon jó érzés. Jó érzés. És akkor Vajdahunyadvára szépen kiöltözve? Igen, hát ahogy... Alkalomhoz illően? Igen, ahogy kell. Volt szívdobogás? Biztos. Hát ugye ilyen még nem volt. Hiába voltam nagyon sokszor színpadon. Persze, ez más. Ilyen még nem volt. Várakozás. Várakozás volt. De hát olyan szép lassan láttam, hogy csinálják, hogy zajlik az egész. Az előtted. Igen. És volt egy kis tájékoztató is egyébként, hogy milyen protokollárisan, hogy működik. Szerint zajlik az egész. De hát nem volt semmi különösebb, úgyhogy örültem neki. Utána volt egy kis fogadás, és részt vettünk. Egy két óra alatt lezajlott, de nagyon szép kis ünnepség volt. Ugye ezt több dolog miatt is kaptad meg, egyrészt zenepedagógusi szereped miatt, mást viszont a zenekarvezetői szereped miatt, tehát mind a kettőben több évtizedes tevékenység. Azért gondolom, hogy megint lecsengett egy-két dolog így a fejedben, mikor igen. Ez... Igen, hát ez ugye benne is voltam, a emléklapon is rajt van, ugye a több évtizedes zenekarvezetői munka, és a 43 éves zenepedagógiai és utóbbi 10 év pedig igazgatói munkáért. Hát ezért mondtam, hogy nekem ez egy nagyon nagy elismerés volt most. Hova került ez a nagy elismerés otthon? Mert vannak elismerései, tehát igen. Én azt gondolom, hogy azért a falat, meg a padlás, meg a pincét azt úgy meg lehetne velük tölteni. Van otthon egy kis szekrény, egy üvegszekrény, abba teszem ezeket, ott gyűjtem. Tehát azért főhelyen van igen, akkor ezek igen, szerint, így napi igen. Szinten rá lehessen nézni igen. A történetre. Igen. Most, hogy megtörtént ez a dolog, és tényleg országosan is elismerést kaptál, nem is akármilyet. Végig gondoltad nyilván az elmúlt éveket, az elmúlt évtizedeket, és azt is végig gondoltad, hogy na, ezt én most megcsináltam. Mi volt ebbe a legjobb, amit én most megcsináltam? Mire gondoltál? Hát én úgy gondolom, hogy én egész életemben zenével foglalkoztam. Tehát az vett körül állandóan. Tehát nem is tudnám szétválasztani se a zenekar, se a zeneiskolát, se semmit, mert mindegyik kapcsolódik egymáshoz, és mindegyiknek a központjában a zene van. Érdekes, hogy mindegyik más-más tevékenység, de mégiscsak ugyanarról szól a történet. Van, pontosan, és nem is lehet külön választani ezt. Tehát úgy soha nem tudtam valamit csinálni, hogy na most csak a zenekari rész, na most csak az iskola vezetés csinál. Nem, ez egybefogta a
egybefogta a zene, a muzsika. Akkor ez a sikertitka, hogy valaki szerelmes abban, amit csinál? Gondolom, mert én mindig ezzel foglalkoztam. A nap 24 órájában szinte. Mert azért ez egy nagy üzenet a fiataloknak, nem? Hogyha hát örülnék neki, hogyha nagyon sokan tanulnának hangszert, nagyon sokan muzsikálnának. Azért lehet látni a városban, ugye itt vannak a zenekarok, azért sok fiatal, nagyon sok fiatal van már benn. És örülök neki, hogy látom, hogy szívesen és lelkesen végzik. Megkérdeznek egyébként így a fiatalabbak, így a kollégák, hogy most ezt így hogyan megvint? Hát szerintem, hogy úgy, ahogy átadtam ezeket a vezetéseket, úgy, mint zenekarnál, úgy, mint a iskolánál, nagyon képzett embereknek adtam a kezébe. Én szerintem mindenkinek van egyénisége. Mert nagyon szépen adta te ezt az egész történetet, vagy mindkét történetet. Tehát én azt gondolom, tehát hogy ez is egy példaértékű. Tehát egyrészt az, hogy azt csinálod világéletedben, amit nagyon szerettél, ami szerelem. Másrészt, hogy el is tudtál tőle szakadni. Nem úgy elszakadni, hogy teljes mértékben, nyilván, mert az majd talán sose történik meg, hanem úgy, hogy egy kicsit tovább lépni, egy kicsit a fiatalságnak ezt átadni. Köszönöm. És nem, amikor erről beszéltünk, én mindig azt éreztem, hogy tök jó, mert nincsen benned az, hogy rosszá ízzel, hogy most itt te hisztiznél emiatt, hogy én megöregettem, hogy ezt most másoknak kell csinálni, hanem olyan szépen, olyan finoman, olyan simulékonyan, amilyen vagy. Így hogy van, így... szépen el. Tervezve, ez a 40 év, most visszamegyek a zenekarhoz, a legjobb időben, legjobb embernek adtam a kezébe a pálcát, legjobbkor örültem neki. A zeneiskolát ugyanígy, 43 év után olyan embernek, a Bencének adtam át, aki ért hozzá, megvannak a végzettségei, talpra esett, úgyhogy akkor meg is nyugodtál ezzel, meg is hogy nyugodt. Akkor jó kezekben van. Van. Pontosan meg is vagyok nyugodva, mert látom most is, ugye már egy év távlatából is látom, hogy megy itt minden rendesen. Működik a zenekar, működik a zeneiskola. És nem mondod azt, hogy a fene egye meg nélkülem is működik, hanem örülsz neki, hogy működik. Én inkább örülök. Én szeretek örülni a más sikerének is. Hogy telnek most így a hétköznapok? Azt látom, hogy azért utazgatás van itt a feleséggel. Igen, egy kicsit behozod ezeket a történeteket, nem, amiket... Minden évben elmegyünk valamelyre, egy-két napot vagy egy hetet eltöltünk a feleségemmel. De ugye egyébként otthon a ház körül rengeteg munka van. Van kis vidéki ház Nyúlon, szőlővel, kerttel, gyümölcsösökkel, hát ez ad... ad munkát. Ad pálinkát is, meg bort is? Bort ad. Akkor a unokák, hát ezt nem is kell, hogy mondjam, hogy legszebb időtöltés. Tehát akkor ezekre most van idő, igen, van energia. Igen, igen. Feleségre is van idő, energia. Szegényre eddig nem volt olyan sok, gondolom. Igen, hát ugye azért mindig azt szoktam mondani, hogy nélkül nem ment volna ez az egész, mert hát, hogy ha ő nincs ott a háttérben állandóan, és mindig a háttérben volt. Hát ez az. Mert minden programot előtérbe kellett helyezni. Vagy a zenekar, vagy a zeneiskola, vagy valami. Először az volt a kérdés, aztán utána egy család is. Ja, akkor ja, az is van mi. Igen. És akkor most megy a kárpótlás? Ide vissza? Igen. Na most be lehet osztani szépen időt is. Hogyan kap a zene szerepet az életedben? Hát még mindig aktívan is játszom egy kicsit, a Moson Big Band szakszofonosaként. Az jó tréning, nagyon jó tréning az, egyébként kiváló zenészek vannak ebbe a csapatba, és nagyon jó kis együttes ez. Tehát ezeket próbálunk, koncertekre járunk. Tehát a zene így, hát aztán meg zenehallgatás, koncertek. Miket hallgatsz egyébként? Minden, én mindenevő vagyok. De mondjál példát, mi az a mindenből? Hát én ugyanúgy hallgatom a Mozartot, a Beethovent, mind a nem sláger, hanem Retro Rádió, vagy most. Tehát teljesen mindegy. Szép, jó zene legyen. Tehát képben vagy így a friss dolgokkal is. Igen. Igen. Igen, azt is. Muszáj is.
Mondtad a kertészkedést, meg a gyümölcsöket, bor is akkor alakulóban, van, vagy már van? Nem, ez már régóta, hogy ez van egy kis szőlő. Az idejére kérdezem, hogy az is már ugye is lesz, bízom benne, hogy nagyon szép idő lesz, és nagyon jó termés mutatkozik. Az annyit jelent nálam, hogy nagyon jó termés, hogy lesz egy 100-150 liter bor, azzal úgy eldolgozgatok egész évben. Tervek vannak-e még? Akár magánilag, hát, akár valami akciód? Tervek mindig vannak. Úgy szoktam este lefeküdni, hogy tudom, hogy mit csinálok másnap. Ez tehát jó. Már ez is elég, olyan hosszú távra, hát mindig vannak. De az szerintem fontosabb, hogy este tudom, hogy na holnap mit fogok csinálni. Ez mindig így van. És boldogság van. Most én azt látom az arcodon, meg így a... Már bocsánat, hogy ezt mondom, de az asszonnyal a közös fotókon, amiből egyre több van, kevesebb a zenekari fotó, és több az asszonnyal a közös fotó, hogy azért ez egy ilyen nagyon jó kis révbejutás. Így van. Aminek ez az elismerés most csak egy pontja volt. Azért mondtam, hogy nagyon örülök neki, ez most nagyon kellemesen hatott bennünket is. Azért kellett, nem? Kellett egy jó érzés, azt mondom. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk a televízió nézők nevében is, és azért nem foggattalak most itt a múltadról, zeneiskolai, a karvezetői, mert szerintem elmondtunk már rólad mindent, aki gondolja, azt visszakeresi. Arra voltam kíváncsi, hogy hogy vagy, és örülök, hogy jól, és nagyon mozgalmasan telnek ezek a napok. Én azt gondolom, hogy mind a két oldalról magánügyileg is, meg munkaügyileg is, mert azért ez még egy nagyon aktív történet, amiben te benne vagy. Szeretettel gratulálunk ehhez is, hogy köszönöm, ezt ilyen jól szépen, köszönöm a meghívást. És nagyon sok erőt, meg egészséget neked. Köszönöm szépen. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.